Hogyha valaki tényleg szeretne kultúrát fogyasztani és színházba járni, akkor az akkor is el fog menni, amikor ez egy kicsit nehezebb lesz. Hát ha elmegy, ha nehezebb, csak akkor nem megy el, ha nincs. Mi ez? Ez egy színházi távcső. Egy nagyon szép, nagyon régi példány, olyan régi, hogy az én anyukámnak is már ennél modernebb volt, de a szerkezete mindegyiknek ugyanaz, és egy nagyon-nagyon hasznos darab, mert például, amikor nagyon sok éve egyszer elmentem Veronába megnézni a Rigolettót, és csak egészen távol kaptam helyet, akkor elővettük a látcsövet, mert tudtuk, hogy ez messze van a színpadtól, és akkor ezzel lehetett nyomon követni az énekesek minden mozdulatát. Én el sem tudom képzelni, hogy a meccseket ilyen messziről nézzem. Az, hogy nem ülök közel, nem érzem magamat úgy, hogy már benülök a pályán, és nem érzem a vax illatát, vagy nem látom a játékosokat közelről, vagy szenvednek, vagy izzadnak. Annyira elveszi az élményt, nem? Érdekes, ez nekem így nem jutott eszembe, mert például, hogyha koncertre megyek, akkor soha nem veszek nagyon közelre jegyet, mert van egy olyan távolság, ami szükséges ahhoz, hogy például az egész zenekarnak a hangzása az együtt érjen el a fülemhez, és ne az legyen, hogy külön hallom a hegedűket, a harsonákat, meg a csellókat. Most, hogy így beszélt, eszembe jutott, hogy volt egy olyan élményem, hogy elmentem egy meccsre, és sikerült a második sorba jegyet szerezni, és kipattant a labda. És én személyesen adtam vissza a kapusnak, és utána odajött hozzám a meccs után, hogy nagyon szépen köszöni, nem volt-e túl vaxos, és ez így a színészekkel megvan-e, hogy tud találkozni az előadások után velük? Mert nem gondolom azt, hogy van ez a közeli kapcsolat, mint egy játékossal lehet. Akkor a szünetben mindig lemegyek a zenekarjárokhoz, és akkor köszöngetek, mert őt is tanítottam mondjuk a Zeneakadémián, meg ismerjük egymást innen, meg ismerjük egymást onnan. Itt ilyenkor inkább talán az okozhat némi bennfentes érzést, ami az egy nagyon jó dolog, hogyha látom, hogy valakinek addig húzza vonóját, hogy leszakad a szőr, és akkor az úgy az a lószőr az úgy libeg, és várom a mozdulatot, ami hát azért egy mozdulat van, nagyon nagy variációs lehetőség nincsen, csak úgy mindig, hogy mégis mikor kap oda és tépi le, mert különben egyébként az egy zavaró dolog. A futballmeccsek után szoktunk ilyen nagyon érdekes összeállításokat olvasni, hogy mit téptek szét, mit köptek le, kiket gyalászkodtak, rasszistákat, hogy kézilabda meccseken is vannak ilyen klasszikus B-közép figurák. Hál' Isten nincsenek, és örülök is neki, hogy nincsenek ilyen figuráink, mert szerintem lehet örülni szépen is. Viszont a foci meccseken, akik ezeket csinálják, szerintem olyan irányban meg lehet érteni, hogy azért annak a hangulata sok embert így elvisz egy bizonyos irányba, és nem nagyon tudják, hogy mit csináljanak, és ilyenkor úgy érzik, hogy megkapják a zöld lámpát. És nyilván ez egy borzasztó dolog, de a kézmeccsek nagyon békések. Hogyha elkezdenek valamit félrelökni manapság, akkor az a kultúra, méghozzá a magas kultúra. És én úgy gondolom, hogy az nagyon jó, hogy a sportot támogatják, mert az nagyon fontos, mert én is mind rendszeresen tornászom, úszom, tehát ezt tudom, hogy fontos. De azért fáj a szívem, hogy ez nálunk csak úgy megy, hogy valami ellenében. Tehát az egyiket igen, a másikat nem. Jobban örülnék, hogyha mindenkinek jutna. Azt, hogy a kultúrát nem támogatják annyira, hogyha valaki tényleg szeretne kultúrát fogyasztani és színházba járni, akkor az akkor is el fog menni, amikor ez egy kicsit nehezebb lesz. Hát ha elmegy, ha nehezebb, csak akkor nem megy el, ha nincs. Hogyha mondjuk nincsen ilyen színház, meg nincsen olyan társulat, ami a kell. Persze. Nyilvánvaló, hogy az ember akkor arra spórol, hogy oda eljusson, ameddig van.